Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz. Ne gondoljátok, hogy azért jöttem a földre, hogy békét hozzak. Nem azért jöttem, hogy békét hozzak, hanem hogy kardot. Azért jöttem, hogy szembeállítsam a fiút apjával, a leányt anyjával és a mennyet anyósával. Saját háza népe lesz az ember ellensége. Aki atyát vagy anyját jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki fiát vagy leányát jobban szereti, mint engem, az nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, az nem méltó hozzám. Aki meg akarja találni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, aki pedig engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki prófétát fogad be azért, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. Aki igaz embert fogad be azért, mert igaz ember, az az igaznak jutalmába részesül. Aki pedig csak egy pohár friss vizet is ad inni egynek a legkisebbek közül, mert az az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Amikor Jézus befejezte 12 tanítványa oktatását, tovább indult, hogy tanítson és hirdesse Isten országának örömhírét a környékbeli városokban.